Hiába jött létre a találkozó a Színművészeti Egyetem távozó vezetői és Vidnyászki Attila között, az álláspontok nem közeledtek az egyeztetésen. Közben egyre többen fejezik ki szolidaritásukat az egyetem polgáraival szemben. Holnap estére pedig újabb tüntetés szerveződik az egyetemért. Vendégünk Mácsai Pál. Ez olyan, mintha valami, nagy olyan érzés, mintha valami visszafordíthatatlan pusztítás menne végig a nagy óceánon. Tehát, hogy azt hiszük, hogy az úgy hullámzik, és az úgy van, és persze önnek néha viharok, és aztán jön valami cunami, és úgy elsöpör mindent. Rosszul érzem? Ez egy krízis. Tehát az én szerény működésem alatti legnagyobb színház szakmai krízis. Láttunk színházakat megszűnni, láttunk színházakat alapulni, láttunk igazgatókat születni és megbukni. Ez a jövőről szól, az egyetemről, és bátran lehet mondani, hogy krízis, színház szakmai krízis, politikai krízis, oktatáspolitikai, kulturpolitikai, morális. Tehát ez egy komolyan veendő dolog. Azt is érzem rajta, hogy hát ennek a 21. századnak, amelyben azért mégiscsak benne vagyunk már, úgy ahogy, és az első harmada hamarosan letelik, annak egy emlékezetes csomópontja. Ez. Ugye, akik ilyen mértékű belenyúlást eszközölnek valamiféle rendszerbe, ugye Magyarországon ez nem csak a színművészetiről szól, tehát alapvetően a kultúrába óhajtanak beleavatkozni ilyen módon. Ők valószínűleg nagyon távlatosan gondolkoznak. Tehát ők azt gondolják, hogy megfordítják az idő kerekét valami felé, és akkor onnantól kezdve az olyan lesz. Na de ez a kultúrában szokott a legkevésbé működni, legalábbis a történelemből úgy emlékszem rá. Nem szokott működni, jól gondolod. Nem működik. De miért hiszik azt a kultúrában működő emberek, hogy ez nekik mégis sikerül? Őszintén szóval nem tudom, nem akarok azzal a látványos válasszal visszavágni, hogy hát kérdezz meg tőlük, én nem tudom. Én igyekeztem, mindig, hát nem jutottunk a nemzeten, a kereszténységen és hasonló lózungokon tovább. Én nagyon nehezen találok, sőt azt lehet mondani, hogy nem találok racionális elemet ennek az elmúlt, az egyetem körüli elmúlt fél év történetében, amit hát talán a néző is tudja, te biztos tudod, hogy mik voltak az elemek, tehát az átalakítás határidejének a rapid előrerántása indok nélkül, az egyeztetésnek nevezett meghallgatások, aztán az egyetem abszolút kompromisszumos személyi javaslatainak a lesöprése úgy a kuratóriumban, mint a felügyelőbizottságban, a szenátus jogköreinek a csorbítása. Erre én nem látok, erre indulati magyarázatok vannak, amelyeket én nem tudok megindokolni, hiszen ezek nem az én indulataim. Az én indulataim azok reakcióindulatok. De egyetért ez például Alföldi Róbert álláspontjával abban, hogy itt személyes bosszú mozgat egy egész rendszert, és indított meg egy egész nagy gépezetet? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Nem megúszni akarom, nem tudom. Nem ismerem ezeket a mozgatórugókat. Azt tudom, hogy valahány, hogy ezek indulatokkal teli döntések és indulatokkal teli állapotok, és valahányszor akár Gáspár Máté, akár Karsai, akár az egyetem bármelyik tisztán, logikusan és tényszerűen, ez nagyon fontos, gondolkodó polgára végigérvelte azokat a rágalmakat, vagy szidalmakat, amelyeket az egyetem kapott roppant méltánytalanul. Azért is mondható, mert én nem tanítok az egyetemen, olykor egy-egy kurzusra meghívnak, és akkor nagyon megtisztelve vagyok, hogy ott lehetek. Ezeket ők kipukkasztották egytől egyig logikus, lucidus, világos érvekkel, tehát nem igaz mindaz, ami elhangzik. Lehetséges, hogy el lehet veszteni annyira a valóságérzéket, hogy nem azt érzékeljük, ami van. Ugyanakkor azért csak a legutóbbi elem, tehát a szenátus jogköreinek az elvétele, hát az egy intervenció, tehát az egy megszállás, hiszen a szenátus az nem úgy van, hogy valaki kitalálja, hanem a szenátus az gondos, odaadó, alázatos, hosszú távú munkával megtermeli a szenátus tagja maga iránt, a diákság, a tanártársak, a szakmatársak bizalmát,
és abból lesz aztán ő egy szenátusi tag. Tehát ez nagyon sok munka, ami ott meg van kérdőjelezve, vagy éppen most elvileg abban van hagyatva. Elhangzott egy mondat, ami önmagában elég sokat mondó, hogy aki a pénzt adja, az határozza meg, hogy mit csináljon egy egyetem. És aztán jön Vigyánszky Attila, aki átírja a szabályokat, és elveszi a szenátus jogkörét, elveszi gyakorlatilag az egyetem önrendelkezését. Ezzel nekem olyan, mintha azonosítaná önmagát azzal a hatalommal, amire a pénz okán hivatkozik. Tehát mintha egyként gondolna magára, és a kormányzatra, amelyik pénzt ad, ez messzebb vezet, mint egy művészeti kérdés, vagy jó, egy művészeti hogyne, politikai hogyne, kérdés. Hogyne, hogyne. Hát ez, hogy az diktál, akinél a pénz van, ez egy autoriter gondolat, ez egy feudális gondolat, ez a demokráciára nem jellemző. A demokrácia fékek, ellensúlyok, bonyolult, érzékeny, összetett rendszere, amelyeket lehet nem figyelembe venni, de akkor nem beszélünk demokráciáról. Ez az egyetemen éppen megmutatkozik, mégpedig markánsan, sarkosan. Tehát azt természetesen egy sorozatba illeszkedik, tehát lehet mondani a CEU-t, és lehet mondani a Tudományos Akadémiát, de ez egy napnál világosabb következő lépés, ami most történik. Használt, színház szakmai használt nagyon keresve sem. Illetve nem, mert azt lehet mondani, és ez egy nem kívánt haszon, de be fog következni, hogy akkor, amikor ez az egész helyzet majd valahogy megoldódik, és egy józanabb időben visszanéznek azok, akiknek a kultúra fenntartása, a kultúrpolitika, a kultúra művelőinek támogatása és szelektálása lesz politikusként a feladata, akkor ezen a meneten végig lehet venni, hogy hogyan nem szabad csinálni. Tehát ez egy fontos tananyag. Azt mondod, hogy ennek annyira súlyos következménye lesz, hogy ez látványos lesz visszanézve is? Hát maga az, ami már történt, az már látványos. Tehát ez meg van történve. Hát igen, de hát ezt lehet mondani majd az almanakban egy oldalán, most ezt kitérdekel. Nem hiszem. Messzebb vezet? Azt hiszem, hogy ez annál komolyabb. A másik, ami következménye lesz, és ez már egy színház szakmai következmény, hogy azok a hallgatók, akik most nagyszerűen viselkednek, és bátran viselkednek, sőt, példaadóan azzal, hogy nem félnek, ők most emberi történelmi tapasztalatot szereznek. Az emberi természetről és a hatalom természetéről. És ez a színházi szakmában nagyon jól tud jönni. Hát a háromnegyed drámairodalom ilyen helyzetekről szól. Tehát mi, akik a 60-as évek nagyon vacak kis, ilyen rémes és kiállhatatlan diktatúrájában, aztán a 70-es évek még unalmasabb és ködösebb, aztán a 80-as évek lazuló diktatúrájában éltünk, mi tudunk ezekről a dolgokról. Hogy hogyan működhet a hatalom, ha nem működik a párbeszéd, és nem működik egy szóval a demokrácia. Na jó, de közben született arra kultúra is, emlékez, egyetemi színpad, 25. színház, ami pont most azzal szemben fogalmazta meg magát. Természetes. Ehhez kell az a történelmi tapasztalat, amit ez a generáció most szerez meg. És ez bizonyos szempontból, természetesen ez egy kicsit groteszk és örkényi előny, tehát nem jobb lenne, ha nem lenne, de bizonyos szempontból előny mondjuk a békés és unalmas demokráciák színházművészeinek a tapasztalat anyagához képest. Hát az nem véletlen, hogy amikor a nagy brit rendező Peter Brook a nagy mechanizmust, a nagy hatalmi mechanizmust színpadra állította csodálatos művészettel, akkor azért ő egy lengyel teoretikusra támaszkodott, akinek efféle tapasztalatai bőven lehettek a világ megértésében, és magának Shakespearenek is nyilván voltak. Tehát ez egy hosszú mozgás, az, ami most történik, hát ez nagyon heveny. Ugye nem, elvileg nem azért jöttem, amikor egy hónappal ezelőtt elhívtatok, hanem hogy az évadról beszéljek, és kedvet csináljak. De hát most is arról beszélsz szinte. Tudom, és nincs arról szó, hogy ezt a témát hárítanám, hiszen ez a központi téma most, ez most a legfontosabb. Kimenete én szerintem egy lehetséges, ha szabad erről beszélni, vagy legalábbis jó kimenete, vagy afféle. A visszavonás. Tehát az apám jut eszembe, aki ha eltévedt egy festményben, akkor egy darabig kínlódott, és egy darabig forszírozta, majd fogta magát és levakarta. És újra alapozta, és azt mondta, elkezdem előről. Tehát én szerintem itt most olyan léptékű államférfiúi bölcsesség kellene,
hogy ezt a dolgot rosszul mértük föl. Rosszul mértük föl az egyetem hagyományát, az egyetem értékrendszerét, az egyetem kvalitását, az egyetem erejét. És ahhoz, hogy az oktatás működhessen, és a magyar művészet kontinuitása ne sérüljön még jobban, ahhoz most akkor kezdődjön el a tanév, akkor ezt most mind vonjuk vissza, és kezdjük el előről. Hát az szerintem ez az a, szerintem igen, csak azt akarom mondani, hogy ez lenne a legbölcsebb és a legmesszebb vezető út. Akartam mondani, hogy Trokán Péter mondta ma, hogy tehetség, tisztesség, tolerancia, e három fogalom nélkül, ha az egyik is nincsen meg, akkor nincs helye a szakmában egy művészembernek. Igen. Tehetség, tisztesség, tolerancia. Ő nem mondta ki a nevet, akire gondolt. Van innen tovább együttműködésben? Van innen tovább közös munkában? Nagyon sok sérelem lett kiosztva. Igen. És nagyon rossz minőségű sérelmek. Tehát azért, ahogy a sajtó kétségbe vonhatatlan, tudású, tekintélyű, mérceként működő alkotókra, tanárokra, generációk gondolkodását kvalitatíve elhelyező oktatókra uszult, az, hogy is fejezzem ki magam. Hát ott mondjuk, ott meg azt lehet vigaszként gondolni, hogy ennyire alacsonyról ilyen magasra nem lehet felköpni. Igen. Az évad, az Örkény Színház. Igen. Muszáj beszélnünk róla, két perc maradt, és hát újabb, ugyanennyi kellene rá. Ráadásul nem lesz bérletes az évadotok, mert hogy szerintem ez a biztonságos megoldás, ezt választottátok. Azt mondjátok, hogy online vásároljon jegyet, aki csak tud, bár lehet természetesen. Hagyományosan is, és elindítottatok egy új kezdeményezést, amihez nem kell elmenni a színházba, de lehet Örkény darabokat nézni. Nem csak a Covidról van szó, természetesen félünk a Covidtól, és féltjük a nézőinket, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy ők nem félnek eljönni. Maszkot kell viselni az Örkényben, szerintem egyre több helyen így lesz. 200 nézőt engedünk be, tehát félházat. A stúdióban 50 nézőt, az valamicskével több, mint félház, el lehet őket helyezni használhatóan. Szóval streamelni fogjuk az előadásainkat, igen, és ennek nem csak a Covid az oka, hanem az az oka, hogy amikor az első hullám jött, akkor ugye mi verseket mondtunk, a Vers csak neked akciónkban, és a verskérőknek jóval több, mint a fele vidéki volt. És ezzel egy színháznak dolga van. Meg kell érteni, hogy nézői vannak, hívei vannak, kíváncsiak rá, és hozzájuk el kell jutni. Meg nem beszélünk a határon túlról még, ahol szintén nézők vannak. Lehet, hogy ennek lesz valamiféle anyagi haszna is, hát azért mi nem szóltunk egy szót sem, mert van fizetésünk, adófizetői pénzből természetesen. De az előadói szakma nagyon el van szegényedve, és igazi komoly bajban van. Tehát lehetséges, hogy a kieső bevétel egy részét így lehet majd pótolni, másrészt inspiráló lehet szakmailag is. Tehát itt azért nem arról lesz szó, hogy leszúrunk egy mobil kamerát, és akkor annak a képét lehet nézni, hanem sok kamerával, érzékenyen, feldolgozva, sok próbával megpróbáljuk az élményt csak is jelen időben, sose felvételről közvetíteni azoknak, akik otthonról akarják nézni. Izgalmas. Teszteltük már, de nem nyilvánosan persze, hát ez egy elég összetett munka egy ilyen dolgot létrehozni, számítógépes is, meg operatőri is, meg mindenféle. És bizony nincs ott a néző, de részt vesz az élményben. Az oldalatokon, hogyha felmegy valaki a színház oldalára, a részleteket látja. Mi lesz a premier, ami a leginkább izgat ebben a szezonban? Nem, hát te egy Brechtet én a Szecsuáni Jóléleket rendezem, ha Isten segít, és nem lesz megint zárás. 10 bemutatónk lesz. Mit is emeljek ki? Hát kiemelek egyet, bocsánatot kérve az összes többi alkotótól, akit így nem emelek ki. Az a Kiváló dolgozók című előadás, ami azt hiszem, hogy még magyarországi közszínházban nem volt eféle, ez civil színház, dokumentumszínház. Nem pont a részvételi színház, de azt jelenti, hogy 9 civil állampolgár, a segítő szakmák művelői, tehát a bábától a hospiszápolóig vallanak az életükről a színpadon, 9 színésszel együtt. Tehát itt azok a igazi
a mi színészeink azt mondták, hogy hát nagyon tartanak tőle, hogy hogy lesznek olyan valódiak, mint azok, akik a színpadra lépnek. Tehát itt a valóság és a színház mágiája találkozik, és ha ezt jól sikerült csinálni, akkor ebből valami termékeny dolog sül ki majd. Hát bárcsak ezt elmondhatnánk más ügyekre is, amikről ma este itt beszélgettünk. Az örkényre figyelni kell. Köszönjük. Mácsai Párra is, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a figyelmüket. 9:30 híradó, lesz ott szó a színművészeti körüli ügyről is bőségesen, és hát addig meg Jakub Csek plusz szép estét mindannyiunknak, viszontlátásra.